A rehabilitáció mellett ugye mindig visszatérő kérdés a köztisztaság, illetve a közbiztonság is, és hát közbiztonság témában nyilván a kerületi rendőrkapitány, aki ebben a leginkább illetékes. És itt most történt egy változás, dr. Lóci Zsolt volt eddig a kerületi rendőrkapitány, július közepe óta azonban Fuchs Reiter Róbert tölti be ezt a pozíciót, úgyhogy most bemutatjuk önöknek Ferencváros új rendőrkapitányát. 2011. július 16-ával kért fel Budapest rendőrfőkapitánya arra, hogy Ferencváros rendőrkapitányságát vezessem el, megbízott kapitányként, ezt megtisztelésnek vettem, és a feladatot köszönöm a főkapitány úrnak. Célom az, hogy Ferencváros lakosságát szolgáljam, értem szerint a rendőrséget irányítva, a közbiztonságra helyezve a hangsúlyt, a biztonságot megteremtsem. Ferencváros az egy sokszínű kerület. Több részből áll. Van egy nagyon szép belső dunai rész, egy bérházas jelleggel. Ott nagy problémákkal nem számolhatunk, ott inkább kisebb szabálysértésekről beszélhetünk. Van egy központi rehabilitációs rész, ugye ez okozza a legtöbb problémát. Itt 150 év találkozásáról beszélünk. Felújított 21. századi házak között, 19. századi házak, teljesen más a lakóközösség. Teljesen más rétegek lakják ezeket a lakásokat, ebből az együttérésből problémák szoktak fakadni, ezeket kell nekünk kezelni, erre kell odafigyelni, erre igyekszünk rendőri jelenléttel és rendőri erővel reagálni. A kerületet jellemzi még egy nagy lakótelep, szintén a sajátos problémáival, a József Attila lakótelep például, ahol a közbiztonság nem rossz, de van mi javítani. Nagyon oda kell figyelnünk a lakásbetörésekre, gépkocsi feltörésekre és egyéb közterületi bűncselekményekre gondolok, itt nyakláckitépésekre, rablásokra. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jelenlétünkkel ezt visszaszorítsuk, az elkövetőket elfogjuk. Mennyire sikerül együttműködni a lakossággal? A lakossággal a tapasztalatok jók, de én egyfolytában abban gondolkodom, hogy a rendőrségnek nyitnia kell a lakosság felé. Itt arra gondolok, hogy első intézkedésem volt például, hogy eltöröltem a minden hónap első napján történő fogadónapot. Hozzám bárki előzetes bejelentkezés alapján 3 napon belül bejöhet, elmondhatja a problémáját, meghallgatom, és ígérem, keresek rá megoldást. Ugyanilyen intézkedésem volt, hogy a funkcionális e-mail címünkre érkező bejelentéseket 1-2 napon belül kezeljük. Ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek van egy e-mail címe, amit a 21. században könnyen mindenki otthonról el tud érni, bármilyen bejelentést tehet, és biztosítom róla, hogy ez nem a szemétkosárban landol, hanem minden esetben eljut hozzám, és erre én megpróbálok reagálni. Ugyanilyen elképzelésem a nyitottság jegyében, hogy bejárnám a kerületet, majd az egyéni képviselők urakkal együtt, és meglátogatnánk minden egyes választókörzetet, meghallgatnánk az állampolgárokat, az ott lakókat, hogy milyen problémáik vannak, hogy tisztában legyünk azzal, hogy milyen igények fogalmazódnak meg velünk szemben, amire nekünk reagálnunk kell. Ezt szeptembertől tervezem végigjárni, és abban bízom, hogy a lakosság felől nyitottságra találok, mint ahogy én is nyitottságot közvetítek feléjük. Melyek a legjellemzőbb sérelmek, illetve bejelentések a lakosság részéről? Ugye minden területen más a panasz, mint mondtam. A legtöbb panasz együttélésből fakad. Szomszéd hangoskodik, viták vannak, ez néha tetlegességig fajul, erre megpróbálunk reagálni értelem szerint. Először csak figyelmeztetésekkel, de hogyha kell büntetőeljárásokkal. A másik egy jelentős probléma a közterületi bűncselekmények. Ugye az emberek leparkolják az autójukat, azt több esetben feltörik, bár nem mindig jellemző ebben a kerületben, de előfordul. Egy ilyen eset is nagyon fájdalmas annak, akinek a kocsiját törik föl. Ez jellemző bűncselekmény. A lakótelepeken a betörések a jellemzőek, amelyek erre próbálunk odafigyelni, és rendőri jelenléttel ezt visszaszorítani. Valamint talán még a zsebtovallás az, ami a 4-es 6-os vonalán előfordul, igyekszünk erre is kiemelt figyelmet fordítani. Mit gondol, hogyan lehetne még hatékonyabban fellépni a gépjármű eltulajdonítások ügyében? A gépjármű eltulajdonítások ügyében egy összehangolt rendőri munkára van szükség, ami egy folyamatos közterületi jelenlét, elrettentő jelleggel, de ugyanakkor egy igen komoly felderítő munka. Ez a felderítő munka, ez nagyon sokféle eszközt és emberi erőt igényel. Ezen természetesen dolgozunk nem egyedül, mint kereti kapitányság, hanem központi szervekkel együtt, hisz a gépjárműek eltolítása az mindig egy szervezett jellegű bűncselekmény, tippadókkal, végrehajtókkal, orgazdákkal, felvásárlókkal, úgyhogy ez egy nagyon összetett terület, ezen a magyar rendőrség és egyben a BRF Budapesti Rendőrfőkapitányság is nagy erőkkel dolgozik. Ebben is értünk el eredményeket, a statisztikai számok minden évben javuló tendenciát mutatnak, egyre kevesebb autót lopnak el Budapest területéről. Itt nagy erőrelépés lehet, esetlegesen a térfigyelő kamerák további bővítése, azokra való odafigyelése. Az azért tapasztalható, hogy azokon a területeken, ahol térfigyelő kamerákkal van ellátva, sokkal kevesebb jogsértés történik.
így ezek között a gépjármű lopások száma is kevesebb. Alapvetően minden szükséges eszközzel el vagyunk látva, tehát a feladatainkat el tudjuk látni. Az épület az, hogyha körbenéznek, ami egy múlt században épült, ez pont most, hogy utána olvastam, Ferencvárosba kerültem, ez a magyar rendőrség legrégebbi épülete, 1867-ben épült, és korábban is rendvédelmi funkciókat látott el. Ebből a korból fakadóan az épület nem egy jó állapotban van, de értem szerint ezen dolgozunk, hogy a dolgozóinknak a megfelelő kulturált munkakörülményeket megteremtsük. Az új rendőrkapitány egyébként a 8. kerületből érkezett, úgyhogy a belső kerületek nehézségeivel és mozgalmas munkájával valószínűleg, hogy elég jól tisztában van. Híreinkben egyébként egy új sorozatot is indítottunk, a kerületi rendőrkapitányság razziáit, akcióit mutatjuk be, így például bemutattuk már önöknek, amikor a Külső Mester utcában fokozott ellenőrzéseket tartottak, illetve ez egészen friss hír, ma délelőtt a Haller Parkban, illetve a Gát utcában rendőri gyalogos akció is volt, erről majd részleteket a jövő heti hírekben láthatnak. Tehát aktívnak tűnik az új rendőrkapitány, gondolom már többször egyeztetett vele polgármester úr. Miben várhatók változások, vagy ezek alatt, az egyeztetések alatt milyen területek, milyen problémák jöttek szóba? Én nagyon örülök, hogy kapitány úr így állt hozzá, új kapitány úr, hiszen elődjét elszólították magasabb pozícióba. Ez azt is jelenti, hogy a munkájával meg voltak elégedve. Őrnagy úr, Fuchs Reiter őrnagy úr 8. kerületből érkezett, tehát azt kell mondjam, hogy helyismerete szinte biztos, hiszen szomszéd kerületben volt, ügyismerete az teljesen biztos, hiszen hasonló ügytípusok vannak sajnálatos módon a két kerületben. Valóban nagy aktivitással vetette magát a munkába. Itt a elmúlt egy hónap alatt már háromszor találkoztunk hivatalosan, tulajdonképpen már szinte mindent megbeszéltünk, ami tipikusan ferencvárosi probléma, a ferencvárosi bűnözési forma, és mint ahogy el is mondta, ugye az igény is a lakosság részéről a közterületi jelenlétre van a legnagyobb. Egyrészt ugye a kamerarendszer, azt láthattuk, hogy a kamerarendszernek a minőségének a javítása, tehát a nem működő kameráknak a beüzemelése, ez már folyamatban van, és új kameráknak a felhelyezése is terve van véve, hiszen ez a munkájukat nagyban tudja erősíteni. Bocsánat, polgármester úr, múltkor említette, hogy októberbe várható, hogy lesznek új kamerák, ez maradt, tehát az időpont az... Ez most a költségvetés módosításnál fog kiderülni, hogy tudunk-e rá pénzt szerezni, de mindenképpen hasznos, hiszen abból a 8. kerületben jött a kapitány úr, ahol ez példaszerűen működik, ott, ha jól emlékszem, 130 kamera van a közterületeken. Itt mennyi van fel? Itt jelenleg 41 vagy 42, tehát le vagyunk maradva ilyen értelemben is, tehát számszerűleg is, és hát nyilván a kamerarendszer az akkor csodaszer, hogy így mondjam, hogyha van reagáló egység, tehát igazából a rendőrségnek ebben is kell javulnia, illetve hát plusz erőkre van szükség, hogy a reagáló egység is meg legyen hozzá, hiszen ha én ott látom a monitoron, hogy mi történik, de nincs, aki oda menjen, akkor tulajdonképpen olyan, mintha egy mozi vagy egy tévéfilmet néznék a tévén, nem nagyon fog történni semmi, legfeljebb a felvételeket fel tudom használni későbbi nyomozásban. Tehát ezen is próbál javítani, és hát ugye a közterületi jelenlét, ami nagyon fontos, a járőrözés, aminek biztos, hogy van visszatartó ereje, mert hogyha főleg kiszámíthatatlan módon megjelennek különböző helyeken a rendőreink, akkor meggondolják a bűnelkövetők is, hogy érdemes-e kockáztatni, nem akkor jön-e véletlenül pont egy járőr adott esetben, hogyha a nézők is észreveszik, és van kinek szólni, akkor sokkal hatékonyabb az elkövetőknek az elfogása. Ebben teljes egyetértésben vagyunk, és minden erőt ide fog összpontosítani. Természetesen arról is beszéltünk, hogy a rendőrség jelenlegi anyagi helyzetében mi az, amit az önkormányzat közvetlen vagy közvetett segítségként föl tud ajánlani. Hát sok külön ötlete volt, és sok olyan formát meg fogunk valósítani, ami eddig még nem volt. Tudna esetleg egy-két példát mondani? Persze, hát ilyen, ugye nyugodtan beszélhetünk erről nyíltan, az állomány megtartása, tehát azoknak a ferencvárosi rendőröknek az itt tartása, akik már ismerik a viszonyokat, azoknak a lakáshelyzetén próbálunk javítani, lakások kölcsönbeadásával, olyan anyagi helyzetben, az rendőrségnek az anyagi helyzetét olyan értembe javítani, hogy ilyen kisebb beszerzésekben segítkezni nekik, ilyen mindennapi eszközökben, számítógéptől kezdve
irodaszerekig, hogy az adminisztrációs munkát is tudjuk segíteni. Üzemanyag ellátás a kamera rendszer figyelésében a szolgálati időnek a ellentételezése, és még sok-sok-sok mondjuk apróbbnak tűnő, de olyan jellegű támogatás, amivel a közhangulatot, mármint az állományon belül közhangulatot tudjuk egy kicsit javítani, és legyen kötődésük a kerülethez, szeressenek itt dolgozni, és szívesen menjenek ki az utcára, ismerkedjenek emberekkel, mert igazából itt is arról van szó, hogy ha megismernénk a rendőreinket, jobban ismernénk őket, adott esetben párbeszéd lenne köztük, akkor bátrabban mernék őket fölhívni. Biztos, hogy többet, úgy, hogy rendőrkapitány úr is mondja, hogy ő rendelkezésre áll rövid időn belül lakosság részére. Én ezt nagy örömmel vettem, hiszen az én telefonom is teljesen nyilvános, elvileg bármikor föl lehet hívni, és a fogadó óráimra is igyekeztem a mielőbbi eljutást biztosítani. Tehát én is azt vallom, és azt is kértem tőle, de erre abszolút nyitott volt, hogy minél több találkozás legyen a lakossággal, az emberekkel, hiszen az növeli a bizalmat és a biztonságérzetüket is, és több információ cserél a gazdát. Tehát nyilván a rendőrségnek, ha valamire, akkor információra szükség van. Félig meddig akkor talán válaszolunk, vagy válaszoltunk Weinbrenner Zsuzsanna kérdésére is, ahogy említettem, ugye például a Gát utcában, illetve a Haller parkban volt ma délelőtt rendőri gyalogos akció, hát remélhetőleg, hogy a József Attila lakótelepen is gyakori vendégek lesznek a rendőrök, mert hogy Zsuzsanna arra panaszkodik, hogy hát ugye nagyon sok autó és lakásbetörés volt az utóbbi időben, illetve utcai rablások, és hát azt várná el, ugye, hogy legyen rendőri jelenlét, és ahogy fogalmazná, a kerékbilincseket rakják fel, hanem erre kellene koncentrálni, hogy így biztonságosabban tudjanak élni a lakótelepen. Hát itt egy kis zavart azért oszlassunk félre. Igen, mert a rendőrség egyetlen egy kerékbilincset nem rakott föl, sőt, ők azok, akik a jogos esetben, mikor a reklamáció jogos, akkor ők azok, akik igazolják, hogy az nem volt helyes a kerékbilincs felhelyezés, és adott esetben visszakapja a büntetést a lakó. Egyébként erre is van, hogy úgy mondjam, számunk. Tehát igazából a kerékbilincs felhelyezés az alig több mint 10%-os arányban kerületi lakosnak a kocsijára kerül föl, és pontosan azt a cél szolgálja, hogy a kerületben érkező autósokat, akik szabálytalankodnak, azokat riasszuk el a szabálytalankodástól, és hát az esetek többségében sajnos jogos, és nem kerületi lakost érint, tehát tulajdonképpen a itteniek, a ferencvárosiak érdekében történik ez. A rendőrség egyébként nem helyez föl kerékbilincseket, és ez is annak a Gát utca és környéke, ez volt az első és legfontosabb hely, amit kiemeltem rendőrkapitány úr számára, mint megfigyelési terület, vagy járőrzős terület. Nyilván ennél pontosabb címeket nem mondunk, mert akkor kiszámítható, hogy hova mennek a rendőrök. Másik meg a József Attila lakótelep, úgy egészében, teljes egészében, hiszen onnan érkezik a legtöbb ilyen láncletépés, lakásfeltörés, ezek a tipikus bűnesetek a lakótelepen. És ugye azt tudjuk, hogy a Börzsöny utcában van egy rendőri, kihelyezett rendőri állomás, ami még nem működik irodaként, de beszéltünk a részletekről, hogy ezt hogyan lehetne bekapcsolni úgy az ellátásba, hogy az rendőr őrsként működjön, tehát ott is le lehessen adni, illetve ott is feljelentést lehessen tenni. Egyelőre a feltételek még nem adottak. Ahhoz ez egyelőre komoly anyagi beruházást jelentene? Hát ez jelenlegi áron 70 milliós összeg lenne. Ezt most azonnal nem tudjuk a rendőrség részére biztosítani, hiszen ez egy hatalmas összeg, amit tudunk biztosítani, hogy most jelenleg beázás van. A beázást megszüntetjük, helyreállítjuk az iroda állapotát, a penészes falakat, és az iroda kialakítása, hogy a lakosság fogadására is alkalmas legyen, az a következő fél év, remélem egy éven belül ez megoldódik, és akkor már nem kell a Halle utcába befáradni, bár rendőrkapitány úr ígéretet tett, és ezt be is fogja tartani, hogy senkit nem fognak elküldeni a Börzsöny utcából, és mindenképpen valami intézkedés fog történni, ha ott történik a bejelentés, de egyelőre hivatalos rendőrösként emiatt nem tud még működni, de ezt is meg fogjuk egy éven belül oldani, mert erre nagyon szükség van, hiszen József Attila lakótelepen majdnem 20 000 ember lakik, indokolt is ennek a rendőrösnek a fölállítása, független attól, hogy nagyon sok rendőr tartózkodik egyébként ott, ő aktivizálásuk is folyamatban van.